legyen ott egy budapesti legenda újjászületésénél, ez a jelmondat a fúzió által létrejött fővárosi férfi kézisklubnál. Az FTC Plera bajnokságban egyelőre csak a hatodik helyen a kegben brutális ellenfelet kaptak, jön a Flensburg, nálunk pedig már is itt van a tapasztalt és sikeres tréner, Zsiga Gyula Zöldfehér vezető, ezért jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát ráadásul ugye kupa meccs volt most, és a, tata bá... a tatabánya ellen nem sikerül, nem? Nem, valahogy nem jön össze a dolog. Hát Valójában úgy gondolom, hogy jobban játszottunk, mint a múltkori mérkőzésen, bár az eredmény nem ezt mutatja, hiszen bajnokin egy gólal kaptunk ki hazai környezetben. Ezen a mérkőzésen viszont rengeteg helyzetet dolgoztunk, és csak a helyzet kihasználással volt a gondjaink. Tehát rengeteg helyzetet hagytunk ki, 15-16 körüli olyan szituáció volt, amit vonalról lőttünk el, és hát vagy mellé, vagy a kapusba lőttük, 7 métereseket hagytunk ki, tehát gyakorlatilag azt gondolom, hogy saját magunkat vertük meg. Na, hogyha egy kicsit megnézzük ezt a fúziót, tavaly a Fradi a negyedik helyen végzett, a Pler nyolcadik volt, most, ahogy ezt említettem, pont a kettő között, hogyha összeadjuk és elosztjuk kettővel, akkor... Akkor jó kérdem? helyen vagyunk. Tessék? Akkor jó helyen vagyunk. Igen? Eredményes ez a fúzió? Hát nagyon bízom benne, hogy gyakorlatilag ez egy, egy olyan fúzió, amely megpróbálja széles alapokra helyezni és nyugodt alapokra helyezni azt a munkát, azt a fajta építő jellegű munkát, amit majd idővel nagy valószínűség szerint két-három éven belül szeretnénk valahol viszont látni. Tehát abszolút nem türelmetlen a vezetés, mint ahogy ö, gyakorlatilag a szakmai stáb sem. Kaptunk egy olyan bizalmat, amivel a csapatot megpróbáljuk építeni, hiszen hogyha köztudomásul, ugye említetted te is, hogy gyakorlatilag a nyolcadik helyzet Plerből, illetve a harmadik helyzet Ferencváros adta a játékosai hozzák ki a keretet, de azért ez nem mégsem egészen így igaz, hiszen a nyolcadik helyzet playerből is nagyon sok játékos eligazolt, a meghatározó játékosok közül, a fradi játékosokról nem is beszélve, de gyakorlatilag kettő-három kapcsolódott be ebbe a munkába. Tehát úgy gondolom, hogy az a, az a fajta összeszokottság, az a fajta együttérzés, hogy gyakorlatilag az edzéseken kigyakorolt dolgokat visszaadják versenyhelyzetbe, arra még egy kicsit kell várni, hiszen azon kívül, hogy ebből a két csapatból jöttek össze a játékosok, számtalan más helyről is jöttek játékosok, tehát össze kell őket gyúrni. De összegészében ezt az idei keretet nézve azért ezt erősebbnek érzed, mint a tavalyi bármelyiket? Úgy értem, hogy a Fradit vagy a Plert. Nem, nem. Ez nem? szerint nem. Ez gyengébb keret. Ez gyengébb? Igen. Tehát akkor így úgy indult a fúzió, hogy bármekor volt a lelkesedés a tekintetben, hogy kapásból erősebb lehet a két játékos állomány összerakásával, ilyen olyan okokból elmentek sokan, ez nem lehet egy olyan erősebb. Hát ha csak annyit mondok, hogy gyakorlatilag ugye amikor május környékén bejelentésre került, hogy egy olyan csapat kezd kialakulóba lenni majd a Budapesten, ahol tényleg egy lehetőség szerint a legjobbakkal fölvegye a versenyt, ahhoz képest kb. négyszer ötször változott a keret, és az anyagi, hogy úgy mondjam, háttér is megváltozott. Gyakorlatilag július végére augusztus elejére vált tisztázott, vagy vált, vált biztosá, hogy akkor milyen anyagi háttérrel dolgozunk, és milyen kerettel dolgozunk. Tehát elméletileg ugye már ebben az időszakban, tehát a, a, a télfordulónál már elkezdenek a csapatok építeni jövőt, tehát kiszemelt játékosokkal elkezdenek tárgyalni, akkor most vetítsük vissza, hogy a, gyakorlatilag ez a fúzió július környékén kapta meg a lehetőséget, hogy gyakorlatilag kik, kik maradtak, tehát azok maradtak, akik nem, nem igazoltak el, illetve azok a játékosok, akik mit feltétlenül Budapesten szerettek volna játszani, ebből kell kialakítani egy együttőképes csapatot, illetve egy olyan hátteret és egy olyan hívószót Budapest felé, hogy gyerekek bátran gyertek ide, mert biztos alap van, itt a, a szakmai munka hát nem elkiállva és nem nagyképűen ne, nagykép mondani, biztosítva van, tehát azt gondolom, hogy itt, itt lehet fejlődni, illetve el lehet jutni adott esetben egy olyan szintre, ami lehetőséget nyújt arra, hogy tényleg a nagy csapatokkal fölvegyük a versenyt. Biztos alapok vannak tehát? Most azt Azok googolom, biztosabbak, mint akár a Fradinál, akár a Plernél voltak? Ez száz uh -huh. Hát ezt biztosan állíthatom. Nem nagy büdzsével rendelkezünk, de az mindig megvan. Na erre vagyok kíváncsi, hogy ha a büdzsének a nagyságrendjét, hogy mondjuk egy ilyen csapat mennyiből gazdálkodhat egy évben, ha ezt hasonlítjuk a Veszprémhez, de csak a Szegedhez, inkább a Szegedhez, mekkora nagyobb -e a távolság a Veszprém és a Szeged között, mint a a Fradipler és a Szeged között? Hát ebben nincsenek bizonyára, tehát biztos információim, de úgy gondolom, hogy egyrészt mind a két kérdésre igen a válasz. Tehát az egyik az, hogy meggyőződésem, hogy ott is nagy a távolság a két nagy csapat között, illetve a köztünk és a Szeged között is nagy a távolság. De hol a nagyobb? Csak hogy érzékeljük. Ö... Szerinted? Plegykák szerint? Hát valamennyire azért képbe vagytok egymás dolgairól? Hát úgy gondolom, hogy inkább a két nagy csapat között. Ott nagyobb, tehát ti közelebb vagytok a Szegedhez? Hát. Ez is relatív, uh -huh. <laughs> azért még nagyon távol vagyunk a Szegedtől. Ha már tél, és mondtad, hogy a télen el kell kezdeni építkezni, nézegetni, hogy kit akar az ember elhozni, akkor ti már elkezdtétek? Hát gyakorlatilag beszélgetni elkezdtünk már, de a jövő héten lesz egy olyan vezetőségi ülés, ahol áttárgyaljuk az eltelt időszakot, illetve a lehetséges jövőt, és ebben a lehetséges jövőben attól függően, hogy a BG mit enged, hol és milyen posztokon lehetne adott esetben erősíteni, természetszerűen igen elkezdtük. Vannak elképzeléseink, de hát egyelőre még ezek csak elképzelések. Vannak olyan elvek, hogy inkább magyarokat, vagy idegen légiósok, vagy úgyis posztra igazoltok, nem olyan nagy a választék. Nagyon sok tehetséges fiatal játékosa van a Plernek. Ez a Pler évek óta, ugye, hogyha megnézzük a magyar első osztályt, akkor gyakorlatilag majdnem minden csapatban van volt es játékos és úgy gondolom, hogy a mostani utánpotlásunk is igen erőteljes, de természetszerűleg attól függ, hogy a célok mit takarnak ki. Hiszen, hogyha a rövidtávú építkezésbe gondolkodunk, akkor a fiatal játékosoknak nagyon kevesebb a lehetősége beépülésre, hiszen ők egy hosszú távú folyamatban fognak beérni, hiszen... Most is per pillanat az a problémánk jelen esetben egy bizonyos posztokon, hogy ö, hiányzik az a tapasztalt ö, rutinos játékos, aki ugye minden egyes olyan kritikus helyzetben, akár mérkőzés, akár egy felkészülési időszak, vagy bármi, ahol egyből tudja a választ. Ilyen most, kéne. Hát igen, úgy gondolom, hogy per pillanat, ha most azok a célok, amelyek kijelentésre kerültek valamikor májusban, realizálni szeretnénk, és ezt a folyamatot föl szeretnénk építeni, akkor most azért kellene kettő-három olyan tapasztalt játékos aki gyakorlatilag maga köré veszi a fiatalokat, és együttesen egy, egy remek teljesítményt tudnak nyújtani. Felszíszentél, amikor a kekben megláttad a sorsolást? Hát először kapkodtam a levegőt, de azt követően úgy gondolom, hogy ö, egy borzasztó nagy csapat érkezik Budapestre, és nem is tudom, mikor volt utoljára Budapesten ilyen nagy csapat, és nem bízom benne, hogy ugye két oldala van ennek az éremnek. Az egyik az, hogy Egyrészt közönség csalogató, tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen csapat látogat hozzánk, akkor, akkor ugye felsziszennek a nézők is, és test szeretnének ilyen sztárokat látni. A másik az közé... azért, Igen, hát de van rajtuk, rajta kívül öt dán, meg két svéd, tehát nagyon, nagyon jó játékosok. Olyan eredményekkel ugye, hogy 2001-ben ugye kekket nyertek, 2003-2006-ban BL bajnokok ligája döntős volt, és tavaly is ugye játszott a Szegedem, de kétszer megverte a Szegedet. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon jó csapat. A másik oldalról pedig az én játékosomnak is fantasztikus élmény ilyen játékosokkal játszani. Tehát, hogyha a rosszban lehet valami jót, akkor gyakorlatilag ez a két jó dolog mindenféleképpen jelentkezni fog. És akkor nem lehet más cél, mint jó meccset játszani? Hát egyszerűleg, de hát minden egyes tét úgy gondolom, hogy az igazi sportember feldobja. Tehát a mi játékosainknak se lesz mindegy, hogy milyen arcukat mutatják hiszen a fiatalok között is vannak olyanok, akik nagy vágyakkal, nagy reményekkel vágtak neki ennek a pályának. Az ő céljuk is az, hogy egyszer elkerüljenek külföldre, vagy egy jó helyre kerüljenek jó pénzért. Tehát biztos vagyok benne, hogy egyfajta ilyen motivációs erő kell, hogy legyen a gyerekekben. Közönséget említetted, hogy ez nagyon közönségcsalogató összegészében, közönség, anyagi háttér, ami már stabilabb, szóval érzed azt, hogy újjá fog születni ez a legenda, hogy a jelmondatot vegyem elő? ha nem is holnap, hanem is holnap után, de egy-két éven belül? Ahhoz, hogy a lőrinci sportcsarnokból gyakorlatilag a bázis helye átkerült, tehát a mérkőzések helyszíne a, a sportkastélet, ami egy kicsit kiebesik, az lehetőséget adott arra, hogy nagyobb számú közönséget próbáljunk magunk mellé állítani. Úgy gondolom, hogy az elmúlt mérkőzéseken most már 5-600 néző kilátogat a mérkőzéseinkre, ami nem rossz szám, de ezekből lesz majd a szurkoló. Még egyelőre olyan csend van a csarnokban, hogy az edzők, illetve a játékosok egymás között beszélgetnek a mérkőzés alatt, akkor azt lehet hallani. Tehát néha egyes jó, szép akciót után érezni és hallani, hogy felszisszennek, de ö, még, még, nincs kifejezett szurkolatából. De viszont ha azt nézzük, hogy már tegnapi mérkőzésen elbuktunk négy góla, egy magyar kupa mérkőzést, és gyerekek sorbáltak az autogramokért a fiúknál, az öltözőből kivett, akkor ez már egy jó jel, tehát gyakorlatilag van már egyfajta kapcsolata az úgynevezett leendő szurkolók és a játékosaim között. A végére értük, akkor még a négybe bejutás az maradt a cél a bajnokságban. Nem, nem. Erős középcsapat, négybe már biztos, hogy nem tudunk bejutni, azt gondolom. Erős annyival elmentek, annyival elmentek már a riválisok, riválisok, hát azok a, azok a csapatok, amelyek úgy gondolom, hogy előbbre tartanak, mint mi az építkezésben, illetve hát több éve játszanak együtt a játékosok ezekben a csapatokban. Van öt pontot veszítettünk el az elmúlt mérkőzéseink során, amit nagyon nehéz lesz ponton. Gyula, akkor jó munkát! Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Én is nagyon szépen köszönöm!